Üdvözlöm a gyülekezetet, Borzon György vagyok, az előttem szóló hölgynek a férje. Immár 24 éve, holnap lesz 24 éve, hogy kimondtuk a boldogító igent. Igen, avval fogom kezdeni, engedjék meg, amivel igazság szerint be kéne fejezzem, hogy hiszem azt, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Hiszem azt, hogy Jézus Krisztus a messiás, és az ő a megváltónk. Ő az, aki megváltott minket a bűntől és a haláltól. Hiszem azt, hogy Jézus Krisztus tudja, mikor kell beavatkozni egy ember életébe, egy család életébe, és hogy hiszem azt, hogy az ő avatkozott be a mi életünkbe, és tette lehetővé azt, hogy mi itt állhatunk a feleségemmel, és hogy megvalljuk őt mindenki előtt, hogy jelen van az életünkben és él. Alapvetően én is hívő, vagy hát keresztény családból származok, katolikusok, édesapám és édesanyám is katolikus volt, a kötelező köröket én is megjártam, ami első áldozás és bérmálkozásba kimerült. Többször kerestem én is Istent, elkezdtem olvasni a Bibliát, azt a hibát elkövetve, hogy az Ószövetségtől kezdtem el olvasni, ami valljuk be nem egy ösztönző, hogy megtérjünk, és miután megházasodtam, utána az az igazság, hogy az az irányvonal vezetett, hogy egyszer élünk, és csak az egzisztencia, a pénz, a bulizás és minden más, ami bűn hozott magával, az afelé hajlottunk. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy olyan év kellett eljöjjön, hogy ez megváltozzon, mint a 2022-es év, amikor az év elején a bátyám halt meg januárban, utána pedig édesanyám halt meg májusban, és hát júliusban sajnos egy olyan diagnózissal kellett szembenéznünk, ami nem volt kecsegtető sajnos a családunknak az egybemaradásával kapcsolatban. És úgy érzem, hogy akkor valakihez kellett, hogy forduljak, hogy ez megváltozon, ez a rossz vonal. És hát az igazság az, hogy már sogorom még többször próbálkoztak engem megtéríteni, de nagyon kemény volt a szívem, küszködtek is velem többször, nem sok sikerrel, és hát ez az az igazság, hogy ez a betegség, sajnos a feleségem betegségeket megnyissa a szívemet, hogy Isten felé forduljak, hogy megmeneküljünk ebből a bajból. Annyit tudok mondani, hogy miközben, amikor meghallottuk ezt a diagnózist, akkor az eléggé letört engemet, hogy mi történhet még ebbe az évbe velünk. Sírva vezettem, mikor jöttem az a munkát, és kértem a jó Istent, hogy mentse meg a feleségemet, hogy ne hagyjon itt minket. És én tudtam, hogy ekkor lépett be Isten a mi életünkbe, ekkor változott meg minden. És szerencsés vagyok, hogy meg tudtam látni ezt, hogy belépett Isten az életünkbe, és meg tudtam változni én is. És hiszem azt, hogy az összes orvos, meg az összes ember, aki ezután kapcsolatba léptem, ezt a jó Isten küldte, és ő munkálkodott abba, hogy itt lehessek, és itt lehessünk. Mostan tudom, hogy Komlósi Sándor testvér, amikor bejött a feleségemhez imádkozni, őt is a jó Isten küldte. A belényesi közösség is, amennyi imád mondtak a feleségemért, ők is Isten vezérelte. Az itteni gyülekezetet is ismeretlenül imádkoztak érte. Ők, tudom, hogy az Istennek a munkálkodása volt mindenkinek a szívébe. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer. És hát annyit szeretnék még mondani, hogy itt a bizonyságtételeken látszik, hogy elég nagy a szórás egy korosztályban. Vannak fiatalok, idősebbek, hát én az idősebb korosztályt képviselem, és hát soha nem késő
választani az Urat, és sosem nincs túl korán választani az Urat. Szerencsésebbek a fiatalok, hogy ők korán választották, és így tudja leélni az életiket az Úr Jézus Krisztussal a lelkükbe. És hát annyit szeretnék még mondani, hogy van egy Blaise Pascal filozófusnak a... Fel kell tegyem a szemüvegemet, mert sajnos nem látok. Az egyik gondolata, hogy senki sem olyan boldog, józan, erényes és szeretetre méltó, mint az igaz keresztény. Hát én is erre vágytam, és arra buzdítok mindenkit, hogy aki ezeket az adottságot véli felfedezni magába, és még nem keresztény, az csak egy kicsi lépés, hogy a Bibliát olvassa, és az evangéliumot olvassa, és akkor keresztényé válhat. És még egy igével zárnám a Ószövetségből, mert ott is vannak tényleg jó dolgok leírva. A Hóseás könyvének a 6. fejezetéből szeretnék idézni az első bekezdéssel. Gyertek, térjünk vissza az Úrhoz, mert ő megsebesített, de meg is gyógyít, megvert, de be is kötöz minket, 2 nap múlva megelevenít minket, 3. napon föltámaszt, hogy színe elé éljünk. Ismerjük hát meg, törekedjünk arra, hogy megismerjük az Urat, eljövetele bizonyos, mint a hajnal, és eljön hozzánk, mint az eső, mint a késői eső, amely megáztatja a földet. Köszönöm szépen. Amen.